Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasa, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja! Nézzük meg rómaiakhoz 11-es fejezetet, mely így kezdődik. Mondom tehát, avagy elvetette-e Elohim az ő népét, távol legyen, mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Elohim az ő népét, melyet eleve ismert, avagy nem tudjátok-e, mit mond az írás illésről, amint könyörög Elohimhez Izrael ellen, mondván. Nem véletlen az, hogy egy kétélű kardhoz hasonlítja a teremtő az ő szavát és az írásokat, hiszen úgy pusztítja el a hazugságokat és a téves tanításokat, mint ahogyan egy kétélű kard pusztítja el annak ellenségeit. És erre egy nagyszerű példa az első verszak. Hogyan gondolhatja ezek után azt az úgynevezett keresztény egyház, hogy mostantól ők a teremtő népe, és hogy ők az új kiválasztottak, mikor itt egyértelműen leírja az a személy, akire ők alapozzák az egész tanítást, hogy ez egyáltalán nem így van. Miért is sem? Azért, mert ő is izraelita, Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből. Akinek ez nem tiszta, hogy ezek mit jelentenek ezek a dolgok, az nagyon egyszerűen kideríteti a Yahuwa népe című sorozatból, amit megtaláltok a YouTube-on akár, a csatornán. Izraelita, Ábrahám volt ugye az ős atya, Izsáknak később, Izsák pedig Jákobnak, Jákob úgy nevelett Izrael, Izraelnek volt 12 fia, a 12-ből az egyik volt Benyámin. Erre utal Saul, hogy ő is ebből a magból való, a fizikális magból. Utána megerősíti azt, hogy nem vetette el Elohim az ő népét. Hogyha itt azt mondja, hogy nem vetette el, távol legyen, megismétli kétszer, hogy biztos ennyi, hogy mindenki megértse, akkor mégis mire alapozza azt a kereszténység, hogy ők az új kiválasztottak, mikor itt egyértelműen megcáfolja. De nem csak itt, ha megnézitek azt a sorozatot, egyértelműen ki fog derülni az, hogy ez egyáltalán nem így. Mindenki csatlakozhat ehhez a szövetséghez, azonban a szövetség mindig is Ábrahám, Izsák és később Jákob leszármazottaival köttetett. Nézzük, hogy hogyan is könyörög Illés, azaz Eliahu, Elohimhez. Yahuwa, a te profétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Így felel Yahuwa, de mit mond néki Elohim feleletként? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet, beállnak. Ez első királyok 19-es, Malachim Alef 19-es fejezet, ami így szól, a 10-es vers. Ő pedig mond a nagy búsulásom, mondja Huáért, a seregek hatalmasságáért, mert elhagyták a te szövetségedet, az Izrael fiai. A te oltáraidat lerontották, a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, engem is halálra keresnek. Ez az idézet, amelyet Saul idéz a Tanákból, az úgymond Ószövetségből. A következő, a felelet pedig szintén innen való is, ez pedig a 18-as vers. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely meg nem hajolt beállnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Hogy innen idézi Saul ezt a két történetet és vers. De ha eddig nem lenne tiszta, akkor az 5-ös vers bebiztosítja azt, hogy még mindig Izrael az, akivel a szövetség köttetik, és
az első számú kiválasztott. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ugyanúgy, ahogy első királyok 19-ben Izraelben maradt 7000 ember, ugyan erre utalít Saul, hogy szintén maradt még egy maradék, amelyek kegyelemből való választás szerint majd üdvözülhetnek, amennyiben kitartanak a végsőkig. Hatos vers így szól, hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem lett volna többé kegyelem. Amiről itt beszél az az, hogy a kiválasztás maga, amiről az előző versben beszélt, az teljes mértékben Elohim döntése, és nem azért van, mert az ember így élt, vagy úgy élt, vagy jobb, vagy rosszabb, mint a többi. Egész egyszerűen ez a kegyelem lényege. Az, hogy megadja a lehetőséget embereknek, hogy visszatérjenek hozzá. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből. Ugye ez az ellenkezője ennek. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Hetes verszak. Micsoda tehát, amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Azok, akik úgy akartak élni, akik teljes szívükből keresték a teremtő útját, azok, akik eljutnak oda. Ez jelenti maga a választás. Ha megvizsgáljuk azt a szót, hogy választottak, akkor kiderül, hogy ez nem más, mint... mely ugye egy nőnemű főnév, és annyit tesz, mint kiválasztás, vagy kiválasztott. Ez maga a folyamat, amikor kiválasztunk valamit, vagy pedig elválasztunk valamit, egy dolog, vagy egy személy, amely ki van választva, így használja az írás. Egyébként a szó ebből a szóból ered. Mely annyit tesz, ugye egy ige, annyit tesz, hogy kiválasztani valamit, vagy valakit, vagy eldönteni valamit, és szó szerint ennyit tesz, kiválasztani, kivenni valamit sok közül, és arra utal, ahogyan például a megváltó kiválasztotta a tanítványait, vagy ahogyan a teremtő kiválaszt azokat, akik az ő népe lesznek a végén. Például az izraeliták értendően ez egy kiválasztási folyamat. A többiek pedig megkeményítettek, ugyanúgy, ahogyan már korábban beszéltünk arról, ahogyan Fáraó szíve megkeményedett. Az ember az, aki eldönti, hogy melyik irányba indul, onnantól kezdve a teremtő pedig ráhagyja azt, hogy menjen abba az irányba, ha azt választotta. Ezért van az, hogy az engedelmesek, az alázatosak azok, akik eljutnak hozzá. Aki nem ilyen, annak megkeményedik a szíve előbb-utóbb. Aki bízik saját magában, aki öntelt, aki nem hajlandó engedelmeskedni, nem hajlandó semmiféle parancsolatok alávetni magát. Ezek az emberek azok, akik megkeményítetnek. Ugyanígy történt Izrael, ugyanígy történik a világgal. Ezért mondja, hogy a választottak megnyerték, a többiek megkeményítettek. Amennyiben valaki nem hajlandó járni az úton, annak a szívét megkeményíti azzal, hogy bátorítja, hogy azon az úton járjon, amelyet választott magának. 8-as, amint megvan írva, Elohim kábultság lelkét adta nékik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Ezt az idézetet megtalálhatjuk Jesiahu 29-es fejezetben, a 10-es vers, mert rátok önti Jahu a mély álomnak lelkét, és bezárt a szemeiteket, profétákat és fejeiteket, a nézőket befedezte. Ez nem azt jelenti, hogy a teremtő az, aki egyszerűen csak szórakozik ezekkel az emberekkel, vagy az egész világgal, hogy bizonyos embereknek befedi a szemét, a fülét, hogy ne értsék azt, hogy mit kér tőle. Ez egész egyszerűen azt jelenti, amennyiben az ember nem hajlandó hallgatni, vagy nem úgy keresi az igazságot, akkor ő ezt fogja bátorítani, és akkor annak az az eredménye, ami ma a világban történik. Az, aki úgy él, mindenki, aki csak létezik ezen a világon, úgy él, ahogy él, mert ő ezt az utat választotta, ez volt a szívében. Ez nem azt jelenti, hogy a teremtő azt élvezi, hogy az embereket elpusztítsa, mert egyáltalán nem erről van szó.
Ezt megtudjuk Jezikájel 18-as fejezetből, ami is így szól. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát. Ezt mondja Jahu Elohim. Nem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ő azt kívánja, hogy mindenki megtérjen. A probléma nem az, hogy ő nem ezt kívánja. A probléma az, hogy az ember nem hajlandó elfogadni a parancsolatokat, és azt, hogy egy bizonyos úton kell járni ahhoz, hogy az ember eljusson a teremtőhöz. 25-ös vers ugyanitt így szól. És azt mondjátok, nem igazságos Jahuának útja. Hányan mondják ezt ma? Még az úgymond keresztények közül is hányan gondolják azt, hogy az Ótestamentum Isten egy másik, vagy más jellegű Isten. Ó, halljátok meg, Izrael háza, az én utam nem igazságosé? Nem a ti utaitok nem igazságosaké? Ha ide behelyettesítjük azt, hogy mi az igazság szerinte, akkor tudjuk azt, hogy a törvények, parancsolatok, rendelések, az ítélkezések, illetve összességébe véve az ő instrukciói. Ez az, ami igazság, ez az út. Egyébként, akit érdekel, Zsoltárok, Tehelim 119, 30-34-ig az igazság útjáról olvasom. Amikor azt mondja, hogy a kábultság lelkét adja nékik, és hogy ne lássanak, ne halljanak, akkor erre utal. Azt mondja ugyanitt Ezékiel 18-ban. 29-es vers. Azt mondja Izrael háza, nem igazságos Jehuának útja? Az én utaim nem igazságosaké, Izrael háza? Nem a ti utaitok nem igazságosaké? Vagy az ő útja szerint akar élni valaki, vagy nem. Aki nem a szerint akar élni, azt elfogja. Egész egyszerűen azt csak arra bátorítja, hogy csinálja, amit csinál. Megmondta, hogy mi az igazság útja. Ha nem azon akar járni valaki, akkor úgy van vele, hogy csinálja, amit akar. Ellenben, ha valaki azon jár, akkor azt támogatni fogja mindvégig, és az egy nagyszerű élet itt és a következőben. A vége pedig így szól Ezékielnek, mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja Jahó Elohim, térjetek meg azért és éljetek. Hogy lehet ennél egyértelműbbé tenni azt, hogy ő nem vezeti az embereket félre, az emberek saját magukat vezetik félre. 5 Mózes 29-ben hasonló dolgot említ, ahhoz, ami Rómaiakhoz 11.8-ban van, ez pedig így szól, de nem adott Jahua néktek szívet, hogy értsetek, szemeket, hogy lássatok, füleket, hogy halljatok minden mai napig. Mind a mellett, azaz annak ellenére is vezérlettelek titeket a pusztában, 40 esztendeig nem koptat le a ti ruháitok rólatok, és a te sarut sem kopott le a lábadról. Amennyiben nincs az embernek, vagy még nem adott, akkor segíti addig, amíg el nem jut ahhoz az elágazáshoz, ahol meghozhatja majd a döntést, hogy hajlandó-e járni ezen az úton, vagy sem. De ő nem gyönyörködik abban, hogy az emberek a pusztulásba rohannak azzal, ahogyan élnek. Ez az, amit a 9-es fejezet versben olvashatunk. Daud, vagy Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbíts meg. Ez pedig Zsoltárok Tehelim 69-es fejezet 23-24. Legyen az ő asztaluk előttük törré, és a bátorságosoknak hálóvá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá. Amennyiben néhány versszakot elolvasunk ez előtt, te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtört a szívemet és beteggé lettem. Várok vala részvétele, de hiába. Vigasztalókra, de nem találik. Sőt, ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban ecettel itatnak vala engem. Legyen az ő asztaluk előttük törés és bátorságosan hálóvá. Azokra kívánja ezeket, azoknak kívánja ezeket, akik nem az úton járnak. Akik a saját fejük után mennek, akik nem hajlandók betartani azokat az instrukciókat, melyet Jahua adott nekik, és úgymond gonoszokká lettek. Ezek azok, akikre ezt a fajta szellemiséget bocsátja, hogy nem látnak, nem hallanak, nem értenek semmit abból, amit ő akar, és csak élik világukat a világ törvénye szerint. 11. Ugye ezt erre... A lényege ennek az egésznek az,
hogy Izrael egy részét hasonlítja ehhez. Azonban van egy maradék, amely nem így élt, és ami nem ezen az úton jár. Azonban a nagy többség így ugyanúgy akkor, amikor Saul írja, ahogyan láttuk Dávid esetében, és ahogyan ma is ugyanígy élnek az emberek. Az emberek nagy része nem hajlandó az úton menni, ezért nem lát, nem hall, nem ért. Olyan értelemben, ahogyan Jahua gondolja azt. Az más, hogy a világ szerint okosak, vagy intelligensek, vagy akármi. A lényeg az egyáltalán nem az. Az a kérdés, hogy a teremtő szerint elfogadható-e az, ahogyan élnek, és amennyiben nem, akkor ő nem fog velük foglalkozni, és így ostobává vagy balgává válnak. 11-es. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak-e meg, hogy elessenek, távol legyen, hanem az ő estük folytán az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. Ugye a kérdés az, hogy itt természetesen elsősorban az a déli királyságról beszél, ugye, akik az úgymond zsidók, Jehuda törzse, aki még akkor a farizeusok, stb., akik akkor éltek Jeruzsálemben, hogy az ő botlásuk és tágabb értelemben Izrael a választott nép. Hogy vajon ez a botlás, ez azért történt, hogy végleg eltöröltessenek, ugyanúgy, ahogyan azt az első kérdésben feltette az első versben. És megválaszolja ismét, hogy egyáltalán nem arról van szó. Arról van szó, hogy az ő estük folytán az üdvösség átment az úgymond pogányokra, azért, hogy felingereltessenek. Ezt már megbeszéltük, hogy ez a pogányok, ez két értelmű. Egyik értelemben az északi királyság, a pogányként élő izraeliták, a másik pedig az összes többi népek. Aki ezt nem érti, vagy nem hajlandó megérteni, annak ismét csak a Jahua népe című sorozat ajánlom, amiben nagyszerűen látni fogjátok, hogy a pogány elsősorban az északi királyságra vonatkozik, azok az izraeliták, akik pogányként éltek. Ezekhez szállt az üdvösség, hogy felingereltessenek. Azonban itt a pogány kifejezés, amit meg fogjuk látni a következő versben, a világra vonatkozik. Ha pedig az ő estük a világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Ugye azt mondja, hogy amennyiben a bukásuk a szerencsét hozott a világra idézőjeben, akkor mi lenne akkor, hogyha ők is észhez térnének, és ők is becsatlakoznának, mennyivel nagyszerűbb lenne akkor az egész világ? Ami mellesleg egy nagyon régi profécia, ugye Bereshit 18-as fejezetből, holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Miért? Azért, mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének ő utána, tehát nem csak a leszármazottainak, hanem a háza népének is, ami magába foglalja a jövőt, akik velük éltek, ezt ugye 1 Mózes 17-ből kiderül, mikor a körülmetélésről van szó, hogy mindenki, aki az ő háza népe, az a törvények szerint kellett, hogy éljen. Hogy megőrizzék Jahuának útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse Jahua Ábrahámon, amit szólott felőle. Nagyszerűen összefoglalja azt, hogy miről van szó. Jahua útja az igazság, Jahua útja, de nézzük meg, Tehelim 119, az igazság útát választottam, miről van itt szó, Jahua útja, az igazság, és a törvény, meglátjuk, hogy ugyanerről beszél itt is. A te ítéleteid forognak előttem, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz, a te parancsolatidnak után járok. Tanítsd meg, Jahua, a te rendeléseidnek útjára, és oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet. Ez az igazság útja, összefoglalva ez az igazság. Ez az ígéret, benne megáltatnak a föld minden nemzetségei, ez az, amiről szó van itt, hogy amennyiben az ő estük a világ gazdagsága, akkor az ő teljességük szintén. 13. Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, ha ugyan felingerelhetném az én atyám fiait, és megtarthatnék közülük némelyiket. Erről beszél, ugye tovább boncogatja azt, hogy amennyiben elhozza a jó hírt a pogányoknak, a népeknek, azzal felingerli majd az izraelitákat, hogyha ezek elfogadták, akkor nekünk is azon az úton kéne járni. Ez az, amiről beszél itt Saul. Tovább folytatja 15-ös versben, mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése,
Micsoda a felvételük, hanem ha élet a halálból. Azaz amennyiben így e módon az egész világra kijut majd a jó hír, és mindenki megtérhet, hogyan tér meg, ahogyan láttuk az előbb Ezékielben, tér meg, és járj az utamon. Törvények, rendelések, parancsolatok, ítéletek összességében véve maga az instrukciói. 12-es verset megismételte a 15-ösben. Amennyiben az esése gazdagság, mennyivel inkább az ő teljességük, amennyiben az elvettetésük, megbékélés, mennyivel inkább az ő felvételük hasznos lenne a világ számára. Ez volt a terv a kezdetektől fogva, így erre értette azt, hogy benned megáldatnak az összes népek. Ezáltal, a folyamat által, amit látunk itt, illetve láttak ezek az emberek, mikor Jehusa a megváltó köztük ért, ez volt annak a beteljesülése. Ő volt az, aki által az egész világ és minden népek megáldatnak, hiszen az ő áldozatával mindenki eljuthatott a Teremtőhöz, akinek a szíve a helyén volt és olyan volt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is, és ha a gyökér szent, akkor az ágak is. Természetesen ez arról szól, hogy amennyiben az eredeti nép, ugyanúgy a pogányok is szentek lehetnek, úgymond, vagyis kiválasztottak, kihívottak lehetnek, és amennyiben a gyökér kiválasztott vagy kihívott, ugyanúgy az ágak is azok lesznek. Érdekes az, ahogyan Jesiáhu 11-es fejezetben erről olvashatunk, és származik egy vesszőszál, azaz egy ág Isai törzsökéből, a gyökérből, és a gyökereiből egy virágszál nevelkedik. Aki Jahua lelke megnyugszik bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, Jahua ismeretének és félelmének lelke. A zsenge, illetve a gyökér szimbolizálja az eredeti népet, és a tészta és az ágak pedig azokat, akik csatlakoznak ehhez. 17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél az ágak ellenében, ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Jeremiáhu 11-es fejezetben olvashatunk erről az olajfáról, melynek az ágai letörettek, ez pedig így szól: lombos, szép formás gyümölcsű olajfa nevet adott néked, Jahua. Nagy vihar morajánál tüzet gyújt a rajta, és leromlottak az ágai. Természetesen a bűneik miatt a sereg hatalmasság, aki plántált téged, rosszat végzett felőled Izrael házának és Jehúda házának rosszasága miatt, amit elkövettek magukban, hogy engemet haragra ingereljenek, áldozván beállnak. Tehát azok az ágak, amikről itt szó volt, melyek kitörettek, ez Izrael, illetve Jehúda házára utal, elsősorban ugye az északi királyság 10 törzsére, mely odáig fajult a helyzet, ugye, hogy melytől elvált későbbiekben. És ez az az időszak, amikor a megváltó itt járt, mikor hívja ezeket vissza. Ez volt a jó hír tulajdonképpen, hogy ők képesek voltak visszalépni ebbe a szövetségbe. A vadolajfa azonban a többi népek, akik beoltatnak majd az eredeti testbe, az eredeti fába, amennyiben úgy élnek. Azonban érdekes az, hogy felszólít arra, hogy ne kevékedjél az ágak ellenében, azonban pont ez az, amit a keresztények csinálnak, hogy azt mondják, hogy ők a kiválasztottak, és a másik nép az átkozott. Pontosan erre szólítja fel őket Saul. Nem véletlen az, hogy a vallások úgy tűnik, hogy szinte mindent az írások ellenében csinálnak, és ezt észre sem veszik. Hiszen a gyökér az, ami hordozza az egész fát, a gyökér pedig nem más, mint a megváltó, és természetesen Jahua szava. Ez az, ami hordozza, ez derült ki az előbb. Ézsaiás 11-es fejezet: származik egy vesszőszál Isái gyökeréből, és törzsökéből és gyökereiből egy virágszál nevekedik, a gyökér természetesen Jahusá Hamásiak, ez az, akiről itt szó van tulajdonképpen. Úgyhogy, ha ezt beértesítjük, ide látjuk azt, hogy ő az a gyökér, amiből ki növekszik a törzs, abból jönnek ki az ágak. Az eredeti olajfa ágai az ugye, amit láthattuk azt Jeremiástól, az Izrael
az egész Izrael, ebből letörettek az ágak, ami ugye az északi királyság, akik most visszatérhetnek, és ezáltal az összes többi nép, és ez az az ígéret, amit Ábrahámnak tett, hogy a föld összes népe benne fog megáldatni. Ez a jó hír, ez az a folyamat, amiről beszél. 19. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be pontosan, ugye kitörettek az ágak, hogy az egész földre elterjedhessen a jó hír, és beoltathasson a pogány, és visszaoltathasson az az eredeti nép. Ha az eredeti nép, erről beszél az egész fejezetben, az eredeti nép fontosabb, hogy visszaoltasson, mint az összes többi, amennyiben az eredetinek a halála, bukása, elvetése jó volt a világnak, akkor mennyivel jobb lesz az elfogadása. Az egy fontos dolog, hogy hogy lássuk azt, hogy az eredeti nép ugyanúgy fontos számára, sőt, mindig is az lesz a kiválasztott nép. Úgyhogy ezt erősíti meg itt is. Ez nem zárja ki azt, hogy mindenki beoltathasson, azonban van egy hierarchia, és ez az, amit Saul is leír. Jeremiás elmondta 11-es fejezetben azt, amit itt Saul megismétel, úgy van, hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz, fel ne fuvalkodjál, hanem félj, mert ha Elohim a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Nem hittek, ezért nem jártak a parancsolatokban, ugye a hit cselekedetekben nyilvánul meg, te pedig a hit által állasz fel, azaz a pogányok hisznek, és majd utána fognak úgy cselekedni. Izraelnek mindig is úgy kellett volna cselekednie, hiszen ők tudták a parancsolatokat a kezdetektől fogva, azonban nem hittek, nem cselekedtek úgy. Ezek az emberek hisznek, helyén van a szívük, és majd megtalálják, és megtanulják az utat, és úgy fognak élni. Azonban a végén mind a kettőnek úgy kell, hogy éljen. Hiszen nem lehet más az a beoltott ág, vagy a visszaoltott ágak, mint ami a gyökér. Ha a gyökér úgy élt, ahogyan azt láthattuk itt, és Isaia, azaz Isai törzsökéből kinövekedett egy virágszál, ez volt az a gyökér, ami ugye Jehusa Hamásek, ha ő úgy élt, mi nem élhetünk másképp, és azt gondoljuk, hogy majd beoltatunk egy fába, és az a fa két különböző gyümölcsöt fog teremni. Azáltal, hogy az egyik így él, a másik úgy él. Aki beoltatik abba a fába, úgy kell, hogy éljen. Ez az, amire Saul felhívja a figyelmet. Az egyik hitetlenség miatt töretett ki, a másik hit által fog oda beoltatni. Azonban a végén mindegyiknek ugyanúgy kell élnie. Ha nem kímélte Elohim a kiválasztott népét, és ezeket a büntetéseket szabta rájuk, akkor mit gondol az, aki csak úgy bele van oltva, hogy ő csinálhat bármit, és ennek ellenére el fogja őket fogadni? Ez ostobaság, ezt mondja a Saul is. Tekints meg azért Elohimnek kegyességét és keménységét. Pontosan erről volt szó. Kegyes, hiszen egyrészt mindenkinek megadja a lehetőséget, aki hajlandó úgy járni. Kemény, hiszen amennyiben nem úgy él valaki, akkor azért büntetések sorozata fog következni, ahogyan azt leírta 5 Mózes 28-ban, hogy mik a következmények annak, hogyha nem követik az izraeliták ezt az utat, és ez be is következett. Úgyhogy mindenki tartsa észben a kegyességét és a keménységét. A legtöbben elfelejtik a következményeket. Azok iránt kikelestek keménységét, irántad pedig kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kivágató. Mit jelent a kegyesség? Valamit tennie kell annak az embernek, aki azt gondolja, hogy ő kegyes kapott, vagy ő kegyelem alatt van. Miért hívná fel a figyelmet, hogy arra, hogy különben te is kivágató? Mi alapján vágatná ki az embert ebből a fából, ha nem az, hogy engedetlen maradt? Vagyis volt. Vagyis az. Jeremiás, Jeremiáhu 11-esben leírja, hogy miért romlottak le az ágai. Aki plántat téged, rosszat végzett felőled Izrael házának és Jehuda házának rosszasága miatt, amit elkövettek magunkba, hogy engemet harag ingereljenek, áldozan beállnak. A parancsolatok megszegése volt az oka annak, hogy leromlottak az ágak. Erre figyelmeztet Saul ugyanitt. Különben te is kivágató, amennyiben úgy viselkedsz, ahogy ők viselkedtek akkor, mikor kivágattak, ugyanaz a következménye most is. Ha ők nem követték,
a parancsolatokat, az instrukciókat, és ez lett a következő. Miért gondolják azt a keresztények, hogy ők élhetnek másképp, ennek ellenére beoltatnak majd az eredeti fába, és ott maradnak, mikor felhívja a figyelmet rá itt, hogy egyértelműen nem úgy lesz. Sőt, azok is, ez ugye visszautal az izraelitákra, ha meg nem maradnak hitetlenségben, ha elhagyják a hitetlenséget, beoltatnak. Mert Elohim ismét beolthatja őket. Bárki bekerülhet ebbe az úgymond fába, aki úgy viselkedik, azonban kell, hogy legyen valamiféle közös nevező. A mondogatás vagy a gondolgatás az nem lesz elegendő, ezért figyelmeztet arra újra és újra. Sőt, nem választott egy új népet, hanem egy másik nép, vagy bármely más nép bekerülhet az eredeti népbe, azonban úgy kell viselkednie, ahogy az a nép viselkedik. Különben nem lehet beoltatni. Két különböző fából nem lesz értelme annak. Nem lehet két különböző gyümölcs egy fán. Legalábbis az ő szabályrendszere szerint. Honnan tudjuk? Onnan, hogy Vaikra 19-es fejezetben elmondja, az én rendeléseimet megtartsátok, barmodot másféle állattal ne párosítsd, azaz ne keverd össze az állatokat azzal, ahogyan tenyészted szántóföldetbe, kétféle magot neves, kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Ne keveredj össze más dolgokkal. Ez az üzenete ennek. A szántóföldbe kétféle magot neves, nem lehet egy fába ő nem fog különböző dolgokat beoltani. Ez az ő saját szabályrendszerének ellent mondana. Ha az egyik úgy él, mint a pogányok, a másik úgy él, ahogy ő akarja, kettőt ő nem fogja egybeoltani. Amennyiben úgy él, mint a pogányok, és hisz, ahogyan azt itt elmondja, hogy a hit által állasz fel, onnantól kezdve beoltja, de onnantól kezdve úgy kell viselkednie, mint az eredeti fának. Olyan gyümölcsöt kell hoznia, mint az eredeti olajfa, annak ellenére, hogy egy vad olajfa beoltatott, a gyümölcsnek annak kell lenni. Amennyiben beoltatik, és úgy él, mint egy pogány, ki lesz vágva belőle, ugyanúgy, ahogy az összes többi azelőtt volt. De egyébként erről szól a 24-es vers, mert ha te a természet szerint való vad olajfából kivágattál, azaz kivágja az eredeti fából a hit által, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, ami ugye nem az ő eredeti fája, tehát hisz, bekerül a közösségbe, ami ugye nem volt addig megengedve, vagyis hogy ők ezt nem gyakorolták, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba? Mennyivel inkább azok, akik letörettek, képesek majd visszakerülni? Az mindkét fajta nép képes visszakerülni, azonban arról van szó, hogy nem. Mi volt az alapkérdés, a kezdeti kérdés, hogy az első verszakban, amit mondott, elvetette-e Elohim az ő népét? Ez volt ugye a kérdés. Erre mondja azt, hogy nem. Hogy egyáltalán nem így van. Utána megkérdezi, vagy azért botlottak ki, meg hogy elessenek. Nem. Az egésznek az volt az értelme, ami történt. Hogy eljusson a jó hír a világ minden pontjára. És mindenkinek legyen esélye, hogy beoltasson a vad olajfának, ami a pogány népek, és az eredeti olajfának, akik pogánynyá váltak, visszakerülnek egy fába, azonban gyümölcsöt kell, hogy teremjen olyat, amilyen elfogadható a teremtőnek. Beoltathatnak ebbe az olajfába, tehát mind a ketten. Erről beszél egyébként, azonban csak azok maradnak meg benne, akik gyümölcsöt hoznak. Mégpedig milyen gyümölcsöt? Ja, Hukanon 15-ös fejezet választod erre. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Ha visszamegyünk Ézsaiáshoz, megnézzük egy vesszőszál. Ja, Jesaj törzsökéből, gyökeréből egy virágszál nevelkedik. Erre utal vissza itt, hogy ő az a virágszál, ő az a szőlőtő. Minden szőlővesszőt, mely az én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt termelje. Ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, melyet szóltam néktek. Megvolt a hitük, meghallották a beszédet, ami természetesen Elohim szava, a törvények, az instrukciók, és onnantól kezdve elkezdhetek élni úgy. Azonban, aki nem terem gyümölcsöt, azt le fogja metszeni. Lehet, hogy
rengetegen azt gondolják, hogy ők egy ponton megtértek, azonban ha nem olyan gyümölcsöt teremnek, akkor le fogja metszeni őket. Az, ha valaki, mit tudom én, csülökpörköltet eszik, meg vasárnap kocsit, most meg templomba jár, az nem az, hogy majd egy gyümölcs, meg karácsonyozik, meg össze-vissza él, ahogyan a pogányok, az nem az a gyümölcs, amire ő vágyik. Lehet, hogy tudatlanságában csinálja, addig segíti, azonban egy idő után az ember el fog fogyni a türelme. Mindenki beoltathatik, akár hit által, akár az eredeti nép, azonban csak az marad meg, akinek a gyümölcse elfogadható, és az olajfa gyümölcsével megegyezik. Ha a megváltó az olajfa úgy élt, az írás szerint, akkor nem élhetünk másképp, azt gondolván, hogy majd ez a gyümölcs, amit mi termünk, elégséges lesz neki. De hát ezt is mondja, hogy le fogja metszeni, ahogy eddig is tette. Aki pedig úgy él, azt pedig meg fogja tisztítani, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Azt pedig addig fogja nevelni, amíg ki nem hozza belőle a legtöbbet. Következő versszak így szól. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fia, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. A lényeg az, hogy ez a titok kezdetektől fogva megvolt. Ez az, amit ígért Ábrahámnak, hogy benned lesznek a föld minden népei, áldottak majd. Ugye ez az, amiről beszél itt, ők abban az időben éltek, mikor ez kiteljesedett ez a profécia. Eljött a megváltó, és ezáltal mindenki beoltathatik. Erről beszélt a pogányok teljessége. Kifejezés nem először fordul elő az írásban, és meg fogjuk nézni azt, hogy mit is jelent tulajdonképpen, mi is a jelentősége ennek, mi a titok, amiről szó van. Ez pedig 1 Mózes Bárasít 48-as fejezet, látván pedig Jahuszef József, hogy az ő atya jobb kezét Efraim fejére tevé, nem tetszik neki, és megfogalhatja kezét, hogy Efraim fejéről Manassza fejére tegy át, és mondja Jahuszef az ő atyának. Nem úgy, atyám, mert az első szülött ennek fejére tedd a jobb kezedet. Azonban nézzük meg, hogy mi az, ahogy folytatódik. Nem akarán pedig az atya is mondta, tudom, fiam, tudom, ő is nagy néppé lesz, Manassé, és megnevekedik, de az ő öccse Efraim inkább megnevekedik, és ő, az ő magja népek sokaságává lesz. Ez a népek sokasága ugyanaz a kifejezés, ami itt pogányok teljességét jelenti. A népek sokasága, Meloha Goyim kifejezés annyit tesz, hogy Efraim elkerül, ugye később meg fogjuk nézni ezt majd egyébként ezt a folyamatot, elválik az északi királyságról, szétteríti a népek között, azok összekeverednek, és mikor visszahívja őket a megváltó által egészen mostanáig, akkor magával hozza az összes népet, akivel elkeveredett, és azok beoltatnak, így lesznek népek sokaságába. Erről beszél a pogányok teljesség és a népek sokasága, ugyanaz a kifejezés, Melaha Goyim. Jeremiáhu 31-es fejezetben így ír, avagy nem kedves fiam énékem Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeké, hiszen én valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja Jahua. Efraim szinonima az északi királyságra, a népek sokaságára. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek lánya, jöjj vissza ide te városodba. Izraelnek lánya azonos Efraimmal, mint egy szinonima. Izrael lánya pedig nem más, mint az északi királyság. A déli királyság Jahuda, vagy Júda, azaz a zsidók, az a déli királyság, az északi pedig a 10 törzs, aki Izrael házának hívnak, és ez azonos Efraimmal, így is használja, mint Efraim. Ezért mondja itt azt, hogy az ő maga népek sokaságává lesz, hiszen ők azok, akik paráználkodnak mindenféle népekkel és hatalmasságokkal, amikor visszahívja őket, és felébrednek, elkezdik tanítani egymást, és a többi népek ehhez hozzácsatlakoznak, és bekerülnek az útra, beoltatnak a fába, és onnan meglátja azt, hogy ki az, aki azt a gyümölcsöt hozza. Ezt jelenti a népek sokasága, és a, ugye a népek sokasága itt 1 Mózes 48-19-ben. Ez az a titok, amire mondja
Saul, hogy ne tudjátok, atyámfél, ezt a titkot. Nem akarom, hogy ne tudjátok, hogy a pogányok teljessége ekkor teljesedik ki, amikor ő ott volt. Ez az a profécia, amit láttak. Így lesz az egész nép, a világ összes nemzete megáldva ő általa. Mellesleg a meló kifejezés itt, a sokaság kifejezés, ha megnézzük, akkor teljességet jelent. Elsősorban úgy használja az írás, a Tanák, ugye ez 1 Mózes 48-19, sokaság, meló ha goim, a népek sokasága, goim népek, meló sokaság, de nem, az elsődleges jelentése nem az, hogy sokaság, hanem az elsődleges jelentése az, hogy teljes vagy teljesség. Mindössze két alkalommal használja úgy, hogy sokaság. Az elsődleges jelentése teljesség, azaz a pogányok teljessége, goim, mint pogány vagy népek, bárki, aki nem Izrael, népek teljessége, azaz meló, ha goim. Ez az a titok, amit elárult nekik itt. Így oltathatik be mindenki a fába. Ezért volt szükség arra, ami a történelem során végbe ment. Az ő bukásukra, az elválásra, a büntetésre, utána Jehuda büntetésére, és aztán ezeknek a népeknek az úgymond visszavételére, visszaközvetítésére ebbe a szövetségbe, hiszen ahogy ők visszatérnek, úgy húzzák magukkal az összes többi népet. Ez a pogányok teljessége, ami meg volt ígérve Ábrahám, illetve bocsánat, Jákobnak, de természetesen Ábrahámnak és Izsáknak is, a kezdet kezdetétől fogva. Ez a titok, mely a kezdettől fogva fennállt. 26. És így az egész Izrael megtartatik, északi és déli királyság, Jehuda és a Efraim, a 10 másik törzs, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat, és ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Jesiahu 59-es fejezet, és eljön Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek, hamisságokból szól Jahua. Azaz mindenkinek, aki megtér a hamisságából, az annak eljön. Ez a pogányok teljessége. Elfordítja Jákobot a gonoszságoktól. Akik Jákobban megtérnek, az mind vissza lesz közvetítve a szövetségbe, úgymond. Jákob természetesen a 12 törzset reprezentálja. Azt mondja, hogy eljön Sionnak, Jeruzsálemnek a megváltó, és azoknak, akik Jákobban, azaz Jákob véréből, azok közül, a népek közül, amely a 12 törzsbe tartozik, megtér a hamisságokba, azokhoz eljön a megváltó. Ki volt a megváltó? Jehussá HaMásiá. És én ővelük így szövetséget szerzek, szól Jehua, lelkem, mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól Jehova mostantól mindörökké. Ez a szövetség még nem köttetett meg. Az emberek még nem élnek úgy, hogy a beszédei, az ő szava, az ne távozna el az ő szájukból. Ez egy ígéret, ami a megváltóval jött el. Azonban még a szövetség nincs megkötve, hiszen a szövetség mikor lesz megkötve, mikor a bárány Sion hegyén fog állni, és visszatér. Úgyhogy az új szövetség még nincs is életben. Ezért mondja, hogy egész Izrael megtartatik, hiszen mindenki, aki Jákob családjából, illetve leszármazottaiból megtér, az mind a szövetség részese lesz, és mindazok, akik ehhez csatlakoznak. 28. Az evangéliumra jó híre nézve ugyan ellenségek ti érettetek, de a választásra nézve szeretteitek az atyákért. Ami azt jelenti ugye, hogy az eredeti nép Izrael úgymond ellenezte magát a jó hírt, tehát nem fogadta el a megváltót, azonban így is úgy is az ígéret az volt, hogy ő általuk lesz áldott a világ, tehát az atyákra nézve, az ősök kedvéért ennek be kellett, hogy teljesedjen ez a dolog. És természetesen vannak köztük is
néhányan, egy maradék, ahogyan korábban írta, aki el fogja fogadni, és hajlandó lesz a hitből a törvények, instrukciók szerint élni. Mert megbánhatatlanok Elohim ajándékai és az ő elhívása. Ez megváltoztathatatlan, amit ő mondott ott Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amit ő ígért. Ez nem fog megváltozni, bármennyire is szeretné az úgymond kereszténység, hogy azt higgye a világ, hogy ők a kiválasztott nép, az új kiválasztott nép. A kiválasztott népnek úgy kellene élnie. Olyan gyümölcsöt kellene produkálnia, azonban ők távol vannak ettől, legalábbis a legtöbb. 30-as. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek Elohimnek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutások folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek Elohimnek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, akik engedetlenkedtek egykor, a pogányok, azok irgalmasságot nyertek azáltal, hogy a kiválasztott nép engedetlenkedik most. Azonképpen ők is most engedetlenek, hogy a ti irgalmasságba jutások folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Azért most, akik engedetlenek, azok ugyanúgy irgalmasságot kapnak, mint azok, akik régen engedetlenkedtek. Erről van szó. Így, 32, mert Elohim mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hiszen így igaz az, amit korábban állított, hogy a kegyességet azt az ő választása alapján, a kegyelmet az ő választása alapján kapja mindenki. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Ez az, amiről beszél. Eképpen most is van a maradék kegyelemből való választás szerint. Mindenki engedetlen volt, ezért senki nem hánytorgathatja azt fel. És nem mondhatja azt, hogy én vagyok az most. Hiszen mindenki ugyanonnan indult, és egy helyre csatlakozik be mindenki. Ami nem más, mint az az ág, az a tő, az a gyökér, ami Jesáj, azaz Isaiból ágazik ki, ami nem más, mint Yahusha HaMashiach. Aki ebbe csatlakozik, úgy él, úgy cselekszik, olyan gyümölcsöt hoz, azaz, akin könyörülni fog. Hiszen mindenki engedetlen volt, és mindenki halált érdemelne. Azonban megkönyörül mindenkin, aki úgy él. 33. Ó Elohim gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlan az ő ítéletei, s kinyomozhatatlanok az ő útai. Ki is az, aki megértheti a teremtőt? Ugye ez a kérdés. Jesiahu 55-ös fejezet így szól, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól Jahua. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Az ember nem értheti meg feltétlenül mindazt, amit a teremtő cselekszik, nyilvánvalónak kell, hogy legyen. Erre utal itt Saul, hogy ahogyan telik az idő, az ember szépen képes megfejteni, azonban egyrészt az emberek az úton kell járnia, másrészt természetesen Yahuwah segítőt a Ruach Kadesh által, harmadrészt pedig bizonyos dolgoknak meg kell történnie a történelem során, hogy értelmet nyerjenek a korábbi proféciák. 34-es így szól. Mert kicsoda ismerte meg Yahuwah értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Ez két idézet, az egyik Jesiahu 40-es 13. Kicsoda igazgatta Yahuwah lelkét, és ki oktatta őt, mint tanácsosa? Ez ugye 34. Tehát Saul folyamatosan idézi az úgynevezett Ótestamentumot, míg a 35-ös, az pedig a jobb 41-es. Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem, ami az ég alatt van, mind az enyém? Ez pedig egy idézet Jobbtól. Pontosabban Jobb könyvéből. 36-os utolsó vers, mert őtőle, ő általa és ő rán nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Akkor ő, ja, Saul is azt mondja, hogy övé a dicsőség. Kiről van szó? Jahuáról. Elohim
A teremtő, az atya, róla van szó. Övé a dicsőség mindörökké. Nem azt mondja, hogy Jézus a mi Istenünk, azt mondja, hogy Yahuwah, Elohim, a teremtő, az atya az, aki től, által és ránézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Róla van szó. És elismerem, hogy nem egyszerű megérteni azt, amiről ír Saul, hiszen egyrészt a nyelvezete elég bonyolult, másrészt ahogyan használja a kifejezéseket, illetve ez a rengeteg idézet szintén zavaró lehet. Azonban a lényeg az, hogy meg kell különböztetni bizonyos dolgokat. Pogány és pogány közt is van különbség, törvény és törvény közt is van különbség. Pogány jelentheti északi királyságot, déli királyságot, illetve bocsánat, vagy pedig a másik népeket. És ezt az emberek nem hajlandók elfogadni, legalábbis én úgy vettem észre. A másik az, hogy mikor törvényekről van szó, számtalan különböző törvény fut párhuzamosan. Az egyik törvény például a bűn és az átok törvénye, ami az áldozat, az állatáldozat. A másik Yahuwah törvénye, a Tora, az instrukció. Harmadik törvény a farizeusok törvényei. Amennyiben nem tudjuk megkülönböztetni ezeket a dolgokat, nem fogjuk teljes mértékben megérteni azt, amiről beszél Saul. Ez a fejezet különösen nagyszerű volt erre szerintem, hogy ezt az ember demonstrálja. Megjegyezte azt, hogy miről van szó, arról, hogy Izrael vajon nem kerülhet-e vissza az egész szövetségbe. Ez volt az első kérdés, annak ellenére, hogy megölték a prófétákat, és mindent megtettek a teremtő ellen. Leszögezte azt, hogy a kegyelem elérkezett, és képes visszakerülni mindenki oda abba a szövetségbe. Ez természetesen Izraelre vonatkozik, hiszen a pogányokra nem kell visszakerülni. Ugye leírja a büntetéseiket, azt, hogy nem látnak, nem hallanak, ostobák. Ezután megmondja azt, hogy vajon ez végleges-e ez a büntetés. Aztán pedig elárulja a titkot, ami az, hogy az ő bukásuk az egész világnak a gazdagsága, hiszen az ő veszteségük a pogányok gazdagsága, hiszen ezáltal mindenki vissza fog tudni kerülni majd a teremtőhöz, ami elveszett Ádám óta. Azonban azt figyelembe kell vennie mindenkinek, hogy a zsenge ugye itt, vagy a gyökér, és a tészta és az ágak az két külön nép. Mind a kettő egybe csatlakozik, az egyik ág kitöretett, a másik ág pedig egy másik fából lesz majd bele oltva az eredetibe. Azonban egyfajta gyümölcsöt kell hoznia mind a kettőnek ahhoz, hogy a teremtő meghagyja őket a fán. Különben kivágattatik mindenki vagy bárki, aki nem úgy viselkedik. Egyfajta gyümölcsöt kell, hogy hozzon. Nem lehet, hogy az egyik nép így él, a másik úgy él, és a végén majd ugyanoda jutnak. Ez nem így van. Visszakerülhet az eredeti természetesen újra, ugyanúgy, ahogy a vad beoltathatik ebbe az új fába. A pogányok teljessége, ami meg volt jósolva a kezdetektől fogva, az az a titok, melyet felfedett Jehusá HaMásiach. Az az ígéret, ami Ábrahám, Izsák és Jákobnak szólt, hogy a világ majd benned áldatik meg az összes nép, az, ami bekövetkezett itt a megváltó eljövetelével. És nem csak, hogy az egész világ, hanem Jákob, azaz mind a 12 törzs képes lesz visszakerülni majd ebbe a szövetségbe. És mindenkinek a bűnei el lesznek felejtve, amennyiben úgy él ez a jó hír, aminek vannak feltételei. A teremtő nem szeret mindenkit, nem fogad el mindenkit feltétel nélkül. Szeretni szeret, az egy másik dolog, hogy elfogad-e vagy sem. Mindenki bűnös, azaz mindenki engedetlenség alá került, így senki nem mutogathat újjal a másikra, hogy én jobb vagyok, vagy én lettem az új, vagy stb. Mindenki bűnös, mindenki engedetlen volt, azonban megkönnyörült rajta, a teremtő, és lehetőséget adott, hogy bekerüljön ebbe a szövetségbe, ebbe a fába beoltasson. Azonban ő képes mindenkit vissza
terelni szépen ehhez az úthoz, és megbocsát mindenkinek, aki úgy él. Rómaiakhoz 5-ös fejezet így ír, annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Ugyanígy az élet is egy ember által került, jött el. Ez pedig 15-ös vers Rómaiakhoz 5:15, de a kegyelmi ajándék nem úgy, mint a bűneset, mert halmoz egynek esete miatt sokan haltak meg, Elohim kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jehusa Hamásiáké sokkal inkább elhatott sokakra. Így ahogyan a halál elhatott mindenkire, és mindenki vétkezett, ugyanúgy a kegyelem is mindenkire elhat, Jehusa Hamásiák által. Melynek pusztán egy feltétele van, ez pedig Jehukanon 14-es fejezetben olvashatjuk. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, szóval mindenki, aki mondogatja, hogy hisz, Jehusa Hamásiában, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, miről van szó, cselekedetekről, melyeket cselekedni kell, melyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Egyrészt ugye ez a vers megmutatja azt, hogy az atya és a fiú nem egy és ugyanaz, másrészt az, hogy cselekszi a cselekedeteket, melyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál. Hányszor mondja még el, hogy mondogatni nem lesz elég, és ugyanazokat kell cselekedni, amiket ő cselekedett. Ment szombaton a gyülekezetbe, megtartotta az ünnepnapokat, megtartotta az étkezési törvényeket, stb. Stb. Ha igen a válasz, akkor nekünk is azokat kell cselekedni, melyeket ő tett. Elmagyarázza azt mindenkinek a lehető legegyértelműbben, hogy mi az út a kegyelembe. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!